Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A heti jóslás június 11-éig. Június 5-én van egy gyógyító erő, egy gyógyító energia. Június 6-án Lilith energia van, ez aktiválja nálunk a vágyakat, az álmokat, az elképzeléseket, ezt most erősítheted, hiszen ez a nap azt jelenti, hogy ez az álom megvalósulhat. Június 10-én lesz egy kis belső feszültség, vagy kihívások. És most megnézzük azt, hogy mit üzennek a kártyák. Itt látható ez a kutya. Ez jelentheti a házi állatokat, kutyát vagy cicát például. Ez a kutya szimbolizálja a hűséget vagy a barátokat. Mi veszi körül ezt a kutyát? Ezt most megnézzük itt. Itt a barátságok mellett megjelenik egy idősebb férfi, aki úgy barátilag közeledik hozzád. Mivel itt a ház jelentheti a szülői házat is, előfordulhat, hogy ez az idősebb férfi az apukádat szimbolizálja. Itt megvan az erő, és ez az idős férfi segít neked. Amit ez a két kártya még jelenthet, a régi barátságok. Hogy valaki visszatér a múltból, és mivel a ház itt megjelenik, utalhat a te otthonodra is, lehet, hogy ez a férfi, egy volt barát szeretne téged meglátogatni. És itt van a medve, ez az erő, hogy segíteni fog neked. Most megnézzük, hogy melyik kártya fűzi össze a kutyát és a házat, hiszen egy vonalban van ezzel a kártyával. És mit jelent ez? Ha te egy hölgy vagy, akkor ez a kártya téged szimbolizál. Itt megjelenik a ház, az otthonod, vagy a családi ház, vagy a rokonok, ismerősök, lehet a szülői ház, és itt van ez a barátság, vagy azt is jelentheti, hogy egy régi barátság visszatér hozzád, és ez a személy szeretne téged meglátogatni. Fölötted ez a két kártya utal a gondolataidra. Itt ennek a toronynak több jelentősége van, jelentése van. Ez lehet egy nagyváros. És ott a nagyvárosban, vagy a közelben van ez a ház. Ez lehet egy ingatlan vásárlása, vagy bérlete, vagy jelentheti, hogy ebben a környezetben élsz, vagy ez a férfi él ebben a környezetben. Amit ez a torony még jelenthet, egy magas, sovány férfi. Amit ez a torony még jelenthet, ha szeretnél valamit megnagyobbítani. Itt van mellette a ház, ez lehet az otthonod, vagy lehet egy saját vállalkozás, amit te itt kiépítesz és megnagyobbítasz.
amit a torony még jelenthet egy hivatalos dolog vagy egy bírósági ügy, és a torony felett a halak jelentik az anyagi dolgokat. Ez lehet egy bank vagy egy adóhivatal is, esetleg egy ingatlannak a vásárlása vagy eladása, és akkor itt tényleg pénzről van szó. De ezekkel a kártyákkal is egy vonalban van, vagy tehát kihat rád. Itt a gyermek az jelentheti a gyermekeket, hogy itt megvan ez a szoros kapcsolat, vagy utal ártatlanságra, ha itt a toronynál egy bírósági ügyről van szó, akkor a gyermek jelenti a te ártatlanságodat, és a virágcsokor egy jó kimenetelt. Amit ez a kislány még jelenthet, egy új kezdetet. És a virágcsokor az jelenti a te szépségedet, a fiatalos kisugárzásodat, vagy egy kreatív tevékenységet. Amit itt a kártyák még jelenthetnek, újdonságok, és a virágcsokor lehet egy ajánlat, egy ajándék. Itt ez a két kártya előtted azt jelenti, hogy milyen irányba tekintesz. Mi fog történni a közeljövőben? Itt látható a gyűrű jelent kapcsolatokat, vagy valamit, vagy valakit, aki visszatér hozzád a múltból. És itt ez a levél, ez egy hír, de lehet egy szerződés is. A gyűrű szintén jelentheti a szerződéseket. Itt a ház a közelben az jelenthet egy szerződést, amikor egy ingatlanról van szó. Vagy itt a torony jelenthet egy hivatalos dolgot, hogy itt is lesznek kapcsolatok, szerződések. A hátad mögött lévő kártyák azt jelentik, ami ott van a közelben, de te eltekintesz ettől, mert még nem vetted észre. Itt a nap az jelenti a te kisugárzásodat, de jelenti az igazságot, és amikor kiderül az igazság, hiszen a nap ezt megvilágítja. Nem csak te vagy egy vonalban a nappal, hanem ez az idősebb férfi is, esetleg egy férfi a múltból, akkor lehet fiatalabb is. Mert ez az idősebb férfi szimbolizálja a régi dolgokat, tehát a múltat. A nap megvilágítja ezt a könyvet, ez jelentheti a tudásodat, vagy egy továbbképzést. Itt a kulcs a lehetőségeket, hiszen itt kinyílik egy új kapu. Ezek a lehetőségek. Azt is jelenthetik a könyvek, és ez a kulcs, hogy van egy lelki társad, aki eddig zárkózott volt, csukott volt, és most kinyílik, mint ez a könyv, és kinyílik itt egy kapu. A nap megvilágítja ezt, sőt, a nap azt is jelentheti, hogy ez a férfi látni akar téged, a nyitottan közeledik hozzád, sőt, a kártyák azt is jelentik, hogy megbízhatsz benne. Itt a gyermek, az jelenthet egy új irányt, egy új kezdetet. Melyik irányba mutat ez, mi lesz itt az új kezdet. Itt látható egy fiatalabb férfi, és előtte a csillagok jelenthetik az ő tudását, mert érdekli a spirituális terület,
de jelenti a szerencsét is, és a bizalmat. Ő látja azt, és biztos magában, hogy minden úgy alakul, ahogy a csillagokban, a csillagképekben ez meg van írva. Ez a férfi szintén egy vonalban van a nappal, kimondja az igazságot, látni akar téged, megvan a vonzalom kettőtök között. Egy vonalban vele, itt látható ez a kártya, és ez a kereszt jelenti az ő hitét. Ő hisz ebben a kapcsolatban. Minden úgy lesz, ahogy a csillagokban meg van írva. Ez a kereszt jelenti a döntéseket is, hiszen elérkezik az élet útján ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozik azon, hogyan tovább. A nap megvilágítja ezt az irányt. Ez a kereszt jelent egy találkozást is, ugyanúgy, mint a nap, hiszen a sors utatok újra kereszteződik. Az ő gondolatában a feje fölött megjelenik a virágcsokor, az jelentheti a te szépségedet, nőiességedet, így gondol rád. Amit ez a kártya még jelent, egy kellemes meglepetés vagy egy ajándék, amit ő tervez. Ez a férfi nem csak a kulccsal van egy vonalban, hanem itt látható még egy kártya. Ez is összefűzi őket. És itt van a horgony. Amennyiben itt erről a szerelemről van szó, akkor biztos a dolgában, és úgy érzi, hogy nálad le tud horgonyozni. Ez a horgony szimbolizálja a munkát, a hivatást is. Itt ez a virágcsokor vagy egy kreatív tevékenység, vagy egy jó ajánlat. És itt a halak jelentik a nyereményeket, tehát sikeres lesz, ami a munkát illeti. Ebben az esetben, ha munkáról van szó, a gyermek jelenthet egy új munkahelyet, és akkor ez az idősebb férfi lehet a főnöke is, és a kutya jelenti azt, hogy barátságos vele, segít neki. És itt látható az ő ereje is, hogy be tudja magát majd bizonyítani. És ez volt a heti jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!